Egy felújítás alatt lévő családi ház gyulladt ki ma hajnalban az Arany János utcában. Az EGRI tűzoltóság 3 gépjárművel és a katasztrófa védelemmel együtt vonult ki a helyszínre. Az útszakasz teljes szélességében lezárták. Antal Erika, Heves megyék katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője elmondta, a bejelentés szerint az épület több szintje is lángokban állt. A 200 négyzetméteres egyterű családi házban személyi sérülés nem történt. A tűzoltók 3 óra alatt fékezték meg a lángokat. A tűzokát és a károk mértékét még vizsgálják.